És akkor, ha minden igaz, a folytatásban megjelenik az új anyag, aminek hát az első része de az, hogy rendszer és szolgáltatások indítása és leállítása, és hát mit mondtam, nem nehéz, csak kicsit borzalmas lesz. Az első része, az eleje annyira azért nem gáz, a folytatás viszont egy kicsit annál kényelmetlenebb. Tehát, kezdődik a dolog ilyen trivialitásokkal, amik ugye, ha jól rémlik, azért eddig hivatalosan nem hangoztak el. Ha van egy működő Linuxos géped, akkor egy telepített Linuxos géped, akkor mondjuk az, hogy a gépet elindítsd, hát pont ugyanolyan módon kell bekapcsolni, mint ha bármilyen egyéb operációs rendszer futna rajta, tehát ezzel ugye nincs semmi gond. A bekapcsolás azt a bekapcsoló gombbal, vagy ha valami komolyabb eszköz, akkor szervizprocesszorból valahogy bekapcsoltak. Na most, ha a gép elindul és szabályosan bebútól, eljut odáig, hogy az operációs rendszer normál körülmények között futtatja, akkor elvileg nem jellemző ugyan egy szervernél, de előfordul, hogy le kéne állítani. Na most, a leállításnak több különböző módja van. Az egyik a hagyományos, a Unixos világból átvett mechanizmus, a shutdown nevű parancs. Gondolom nem mondok vele újdonságot, hogy persze rendszergazda jog kell hozzá. Tehát vagy sodú shutdown, vagy su utáni shutdown a megoldás, bár elvi szinten lehet konfigurálni másképp is. Tehát, ha valaki nagyon-nagyon utána akar járni, akkor meg lehet találni olyan eszközt, hogy egyiket se kell, hanem valami spéci csoportba beteszem a usert, és akkor ő kiadhatja a shutdown parancsot. Nem jellemző. Tehát általában rootként vagy sudóval szokták azt mondani, hogy shutdown. Na most, technikailag, itt sikerült pont kihagynom belőle egy opciót, de csak ebben a pillanatban tűnt föl, a shutdownnak a -H, azaz halt opciója az, ami a rendszer valódi, szabályszerű leállítását eredményezi. Na most ebben a szabályszerű leállításban vannak ilyen feledhető lépések, hogy ha a szerverre technikailag ténylegesen bejelentkezve vannak felhasználók, akkor elvileg ezek kaptak valamiféle üzenetet a termináljukra arra nézve, hogy hát jó lenne, ha elhúznál, mert x idő múlva leállunk. Meg szabályszerű módon megpróbálja leállítani az alkalmazásokat, szabályszerű módon megpróbálja a fájrendszereket umontolni, a RAID köteteket, LVM kötet csoportokat lekapcsolni, a RAID köteteket lekapcsolni. Tehát, hogy a vége, amikor ugye tényleg odáig jut, hogy jó, és akkor most kikapcs, addigra minden létező szinten, minden lehetséges adat szinkronizálva legyen a diszkre. Na most, nagyon sokan nem szerettek ennyit gépelni, halt! Én nem értek vele egyet, de egyébként használható. Na most, a másik lehetőség ugyanezzel a shutdown parancsol, a shutdown-r opció, vagy a nagyjából ugyanezt eredményező reboot parancs, ami pontosan ugyanazokat a lépéseket hajtja végre, amit az előbb elmondtam. Tehát, hogy ha van felhasználó figyelmeztetés, alkalmazások leállítása, fájrendszerek lecsatolása, LVM kötet csoportok, RAID kötetek, csak éppen egy automatikus boot történik utána, azaz, mintha oda mentem volna a géphez, és ugye újra bekapcsolnám. Na most, a elindításnak és a leállításnak ez a, vagy újraindításnak ezek a módszerei általában nem mondhatnám, hogy túl bonyolultak. Természetszerűleg mind a két irány van. Tehát az indulásnál is, illetve a leállításnál is lehet problémába ütközni. Ezért nem baj, ha legalább elvisíkon tudatosítjátok, hogy van egy úgynevezett karbantartói üzemmód a Linuxos világban. Hagyományos Unixos neve volt az, hogy single user mód, vagy egy felhasználós üzemmód. A nevét technikailag onnan kapta, hogy
csak egy darab felhasználó volt automatikusan bejelentkeztetve ilyenkor, vagy csak egy felhasználót engedett ilyenkor bejelentkezni, konkrétan a rendszergazdát, és ez gyakorlatilag úgy nézett ki, hogy például ilyenkor nem volt hálózatelérés, tehát ténylegesen technikailag a gép előtt fizikai konzolját használva lehetett a valódi gépet elérni. Nyilván komoly, valódi szerver hardvernél, ahol tehát van management processzor, meg távoli konzol elérés, ott a fizikailag oda kell menni része, az nyilván nem érdekes. De ennél a bizonyos egyfasztás üzemmódnál ott is érdekes az, hogy de csak ez a konzol használható, és de csak a rendszergazda használhatja. Na most, gyakorlatilag ez az egyfelhasználós üzemmód egy ilyen meglehetősen speciális, lebutított környezetet ad. Általában az egyfelhasználós üzemmódban szinte semmi nem fut, vagy éppen csak minimalista szoftverkészlet. Gyakorlatilag nincsenek a fájrendszerek fölcsatolva, gyakorlatilag nem indult el semmi. Az más kérdés, hogy ezt kicsit mondjam, az is befolyásolta, hogy te mi módon érted ezt el, ugyanis a hagyományos felállás az az, hogy ha a működő rendszerben azt mondod, hogy shutdown, ahogy én is írtam, az ebbe az úgynevezett egyfelhasználós üzemmódba vitt, és ekkor picit több alkalmazás futott, mintha az történt volna, hogy indítod a gépet, és az indítás során magyarázod el valami módon, hogy egy felhasználós üzemmódba akarod a rendszert indítani. Mert ebben a bootkori egy felhasználós üzemmódban tényleg amennyire egyáltalán minimalista csak lehetett, csak annyit indítottak. Na most, ezzel kapcsolatban ugye vissza kell térni a talán legelső nap emlegetett rendszerindításnak pár apró részére. Ugye talán nem mondok vele újdonságot, annó első napon is elhangzott, hogy a rendszerindítás során hát a gép saját firmware-je kiválasztja, hogy milyen perifériáról bootol. Ha az egy, mondjuk úgy, hogy lokális diszk, ami ne adjon Isten klasszikus módon partícionálva is van, akkor betölti a partíciós táblát, abból kiveszi az első aktív partíciót, az adott partícióra gyakorlatilag ráugrik az ott található kódot, lefuttatja és elindítja az operációs rendszer. Már az első nap is említettem, hogy ez a hagyományos rendszerindító bootloader, az a legtöbb Linux szóval használó környezetben valami intelligensebbre le lett cserélve. Korábban említettem, egy Lilo nevű eszközt használtak, illetve van, aki ma is, de nem ez a jellemző. Buta, egyszerű, de be tudta bootolni az oprendszert. Azóta általában egy Grub nevű alternatív bootloadert szoktak szeretni használni, ami nagyon szép, nagyon jó, mindent tud, veti, Tetris lehet vele játszani, minden meg lehet vele csinálni, egy kis oprendszerként lehet elképzelni, hogy vannak, akik pont ezt tartják hátrányának, hogy túl sok mindent tud. De, mint ez itt a szünetben valakinek a kérdésére elhangzott, nem mindent. Tehát például, hogy a szoftveres rédet építesz föl, akkor mirrorról még csak-csak bebútol, egész nem veszi figyelembe, hogy az egy réd tömb, hanem megszólítja gyakorlatilag magát a direktből a diszket. De mondjuk egy RAID 5-ös tömbről már nem biztos, hogy be fog tudni bootolni, fordítva nem fog. Na most, a lényeg, hogy a bootloader az indítás során betölt valami speciális szoftverkomponenseket, amelyek többek között arra szolgálnak, hogy fölismerjék ezeket a szoftveres rétegeket, például LVM, diszkezelés, vagy a különböző fájrendszerek struktúráinak kezelésére szolgáló komponensek, mert hogy a bootloader utolsó fázisban immár név alapján tölt be valamilyen fájrendszeren valahol szereplő programocskát, és ez lesz az a program, amely elindulása gyakorlatilag a Linuxnak magának, mint a rendszernek az elindulását jelenti.
technikailag a bootloader betölti az úgynevezett kernelt. A kernelről talán volt szó elején, az a legfontosabb komponense, ő felelős a jogosultság kezelésén, a hardverek elérésén, a programok futtatásának ütemezéséért, tehát konkrétan magának a rendszernek az általános működéséért. Ez bekerül a fizikai memóriába, és a továbbiakban a kernel már szabályosan, nagyjából ugyanazon a módon, ahogy te magad is indítasz alkalmazásokat, indítja a szoftver komponenseket. Elsőként a kernel egy úgynevezett init komponenst fog betölteni. Na most, az init komponens az, ami miatt azt mondtam, hogy ez lesz az a rész, ami ronda. Ugyanis jelen pillanatban a Linux világában egy meglehetősen komoly átalakulás zajlik. Azaz, volt egy valamilyen funkcionalitást végrehajtó, valamilyen módon működő init eszköz, ami gyakorlatilag a kereskedelmi Unixok init eszközeinek mintájára lett elkészítve, és hát mondhatnám évtizedeken keresztül használta a legtöbb Linux terjesztés ezt. Majd ahogy újabb és újabb lehetőségek nyíltak meg többek között hardveres támogatásból, például ilyesmi, ugye klasszikus régi szervereknél azért nem volt jellemző, hogy futtában kikaptál egy diszket. Ez ma is csak bizonyos speciális vezérlők esetén működik, speciális diszdobozok esetén megy, hogy te hot plugként bedugsz, vagy hot swapként kikapsz egy diszket és bedugsz helyette egy másikon, de azért hagyományosan ez nem így működött. Hardware csere az bizony leállás. Nem volt igazán jellemző az, hogy jé, most megjelenik működés közben egy új eszköz, mert nem voltak ilyen új eszközök, amik megjelentek. Ma viszont ugye egyre több ilyen jellegű hardware jelenik meg, ugye szimplán csak az USB buszra és azon keresztül elérhető perifériákra kell gondolni, de hát FireWire, eSATA, van még jó pár, ami ma már azért ezt támogatja. A lényeg, hogy mivel ebből némileg adódott az, hogy változtak az igények, egyre többekben merült fel az, hogy a hagyományos, a Unixokból átvett init mechanizmus nem jó. Vagy legalábbis nem a lehetséges legjobb. Lehetne még jobbá tenni. Ennek aztán az lett a nagyon kellemes eredménye, hogy initből ma már többféle van. Mindegyik tulajdonképp követi azt az elvet, amit itt fölvázoltam, hogy a bootloader gyakorlatilag betölti a kernel elindítja ezt az initet, aki aztán mindenféle konfigurációk segítségével elindítja nekem a különböző alkalmazásokat, ne adj úristen, figyeli, hogy az az alkalmazás esetleg elhalálozott és újraindítja nekem, mert hogy az initnek talán ez a leglényegesebb feladata, de az, hogy ez pontosan hogy zajlik, az már technikailag az adott init megvalósításon múlik. Na most, ezzel konkrétan csak egyetlen baj van. Itt a legelső napon elkezdtem így előkapni különböző Linux terjesztéseket. És emlékeim szerint volt arról szó, hogy van ez az Ubuntu, ami ezen a laptopon megy, és van a Debian, amiből mondjuk úgy, hogy ő kinőtte magát. Van a kereskedelmi termékként megvásárolható Red Hat, és van a valahogy ahhoz kapcsolódó, de nem kereskedelmi termék Fedora, vagy a szintén ehhez kapcsolódó, de nem ugyanazáltal a cég által terjesztett CentOS, Scientific Linux, vagy a Novell által terjesztett, úgy szintén kereskedelmi SUSE, és a megint csak hozzá kapcsolódó, de nem kereskedelmi termékként elérhető OpenSUSE. És ezen kívül föl lehet még sorolni még öt eszeret.
Jó, annyit talán nem, de elég sokat. Na most ezzel a probléma a következő, volt egy táblázatom, amit aztán végül nem raktam be ide, mert minek, hogy jelenleg ott tartunk, hogy bocsánat, ezt a szlájdot ezt most átlépem, és mindjárt visszajövök, hogy van három relatív elterjedtnek tekinthető init mechanizmus. Hivatalosan SIS-5, azaz System 5 típusú initnek hívják, azt, ami a kereskedelmi Unixok init megvalósításának a, fogalmazunk így, koppintása, ami eléggé sokáig az egyetlen init megvalósítás volt, ami a Linuxos világban elterjedt. Ezzel kapcsolatban elmondható, hogy a Debian ezt használja. Ezt használja a ma még mindig támogatott Red Hat 5-ös verzió. Ezt használja a ma még támogatott SUSE Enterprise Serverből a 10-es, a 11-es verzió. Tehát azért vannak. A kereskedelmiek is, a nem kereskedelmiek között is olyanok, akik ezt használják. De például az Ubuntu mögött álló gárda úgy döntött, hogy szerintük ez a System 5 init nem jó, vagy legalábbis nem a legjobb. Tehát kidolgoztak egy alternatívát, neve Upstart. Jelen pillanatban használja az Upstartot, megdöbbentő módon az Ubuntu. De érdekes módon ezt használja a Red Hatnek a 6-os szerver verziója. Tehát jó, az 5-ös még System 5-os, hagyományos initet, a 6-os verzió, a Upstartot. Aztán van egy harmadik verzió, szép neve van, SystemD. Ezt használja a Fedora, mondjuk úgy, hogy a mai nap használatos verziói, ezt használja az OpenSUSE, az elhangzottak közül. Sőt, állítólag, nem vagyok ott, tehát ugye nem egyértelműen hiteles tőlem, de állítólag ezt fogja használni a Red Hatnek a 7-es verziója, ez azért szép, nem? Red Hat Server verzió 5-ös, 6-os, 7-es, három különböző init verzió. Állítólag ezt fogja használni a Slash-nek a következő 12-es főverziója. Ugye ő a másik alternatív kereskedelmi rendszer. Úgyhogy röviden és tömören ez a rész azért lesz ronda, mert erről mind a háromról kell valamit mesélni, hogy legalább körülbelül képbe legyetek. Azzal együtt is, hogy nyilvánvalóan nyugodtan lehet azt mondani, hogy neked ebből egyet kell megtanulnod, azt, amit a jelenleg általad használt rendszer használ. Ha most olyan pekhes környezetben vagy, hogy vagy már jelenleg két különböző rendszer van, vagy egyértelműen lesz két különböző, és ezek nehogy úristen eltérő init verziót használnak, hát akkor ugye kénytelen kelletlen meg kell valamilyen szinten ismerni ezt a kettőt. És félreértés ne essék, én most nem szidom pont a Red Hatet emiatt, de mondjuk aki anno úgy döntött, hogy a Red Hat az talán az egyik legnagyobb támogatottsággal rendelkező Linux terjesztés, tehát ő Red Hatet használ, az bizony mind a hármat meg kell, hogy ismerje, mert sajnos a mai nap, nem sajnos, szóval a mai napig léteznek 4-es szerver verzióval, 5-ös szerver verzióval, 6-os szerver verzióval működő rendszerek, hát 7-essel még nincsenek, mert nincs. De ha már lesz nem sokára, akkor az is lesz. És azért egy komplex környezetben azért az nem egy kellemes dolog. Úgyhogy hát ez a része lesz egy kicsit kellemetlen. Emiatt kell egy kicsit többet beszélni a rendszer indításról annál, mint amennyit egyébként szívem szerint mondanék. Úgyhogy, mivel közben átléptem egy oldalt, erre most egy pillanatra visszalépnék, és akkor ezzel kerekre zárom itt a rendszer indításnak ezt a nagyvonalú magyarázatát. Tehát rendszerindító, bootloader, mint mondtam, ma ebből gyakorlatilag a grubot szokták használni.
rendszerindító indítja a kernelt, meg a kernel elindítja az initet, és az init lesz ugye az, aki a különböző alkalmazásokat valamilyen módon elindítja, esetleg felügyeli őket, hogyha elhalálozott, akkor újraindítsa. Na most, ha neked valamiért szükséged van arra, hogy a rendszert ne engedd teljes működő állapotába elindulni, akkor kénytelen vagy magát itt a boot mechanizmust megszakítani. Ez természetszerűleg attól függően változik, hogy te most Lilót vagy Grubot vagy esetleg valami egyéb alternatív rendszerbetöltőt használsz. Alternatív rendszerbetöltőt használsz például abban a ma azért még mindig meglehetősen szokatlan esetben, ha például nem x86 architektúráink gépen dolgozol, mert hogy a Lilo is, a Grub is egyértelműen mondjuk úgy, hogy PC-re lett kitalálva. Egyéb hardvereken, tehát akinek mondjuk van IBM mainframe-je és ott kis partíciócskában fut Linux, vagy van HP masinája és ott fut Itaniumon Linux, vagy, mert azért még van pár alternatíva. Ott persze egyéb alternatív bootloaderek jelennek meg. Nyilván még illendő lenne megemlíteni, mondjuk, mit tudom én, a Sun, illetve Oracle-féle Spark architektúrát, ami még azért viszonylag elterjedten használ Linuxos környezet. Én azért maradok a szigorúan PC-s környezetben használt bootloadernél, mint 98%-ban használt eszköz. Szóval, mint mondtam, ma elsősorban a Grub jellemző. A Grub nagyon sok extra funkcióval rendelkezik, tehát például ugye láthattátok azzal is, hogy a rendszer indításkor menüt dob föl, azzal is, hogy a rendszer betöltése közben kis elegáns kis képecskét rakak a képernyőre, vagy még elegánsabb vitkolbászt gyalogol és mutatja, hogy hol tartasz éppen. Meg egyébként azt is nyújtja, hogy ha nekem szükségem van rá, akkor én láthatom, hogy mégis mi a franc történik a rendszer indítása során. Elsősorban a hibakeresésnél azért nem egy hátrány, ha látom. Normál körülmények között egyébként menüt dob föl, valami alapértelmezetten tipikusan 10-30 másodperces timeout után a menüben defaultként beállított menüelemre adódik a vezérlés, ami annyit jelent, hogy bebutolja a Linuxunkat. Na most letiltható, jelszóhoz köthető, de általában nem szokták ilyen szinten levédeni. Tehát például, amikor megjelenik a menü, akkor ha lenyomom a shift gombot, akkor már is kapok egy promptot magának a Grubnak a promptján. Erre mondta, hogy ez egy kis önálló operációs rendszer, kis saját parancskészlettel. Egyet kell megjegyezni. Help. Azért az nem annyira reménytelen. Na, szóval saját parancskészlettel, saját diszk elnevezési konvencióval, leginkább egyébként ezt szokták díjazni, akinek valamikor nagyon-nagyon ritkán a Grubban szembe kell találkozni, hogy semmilyen módon nem emlékeztet semmilyen oprendszer diszk elnevezési konvenciójára. Na most ez egyébként egy fájdalmas dolog, egyébként szerintem nem fájdalmasabb, mint az NT-loadernek az a volume zárójel szám, disk szám, partíció szám, nem tudom én micsoda. Azért az így van. HP-nál is IBM, szóval vannak szép konvenciók, maradjunk ennyibe, tehát ennek is van egy. De mint mondtam, help, és elég jól leírja, meg ha javasolhatom. Ha te úgy gondolod, hogy a te feladatod lesz mondjuk egy Grub hibajavítása, vagy egy nem bútoló rendszer helyreállítása, akkor előtte tanulmányozd a Grubot még mikor működik a rendszer. Például mert van dokumentációja, és lehet olvasgatni, meg ki lehet nyomtatni, ami az adott esetben nem biztos, hogy előáll. Na, a lényeg, szóval általában a bootloadernek valahogy el lehet érni a promptját, amely promptnál általában meg lehet mondani, hogy az a parancs, amivel az operációs rendszert elindítja, azt én szeretném módosítani. Ez mit tudom én Ubuntu-nál az, hogy megnyomom a E gombot, és akkor kapok egy úgymond editort, ezt azért nem kell komolyan menni,
Szóval megkapom a parancs sort, amit jobbra-balra mozogható, a kurzormozgató billentyűben is. Törölhetek meg, beírhatok bele szöveget. Tehát mihelyt tudom, hogy mit is takar ez a boot parancsor, akkor már is van értelme, hogy ebbe belekotnyereskedjek, és esetleg módosítsam. A lényeg, hogy általában bootolni szoktuk a gépet, és általában a bootolásnál a leggyakrabban előforduló funkció az az, hogy a gép ahelyett, hogy rendesen elindulna normál, korrekt, több felhasználós üzemmódban minden vicket, vackot fölcsatolva és elindítva, ahelyett álljon meg a egy felhasználós üzemmódnál, azaz ebbe a karbantartói állapotba szeretném bootolni. Ennek régebben az volt a menete, hogy azt a parancsort kellett előállítani, hogy boot, innen, onnan, amonnan, és meg kellett adni azt a paramétert, hogy single, tehát hogy én single user üzemmódba akarok menni. Ma sokkal-sokkal elterjedtebb, még az is lehet, hogy ez már nem működik a modern kernelekben, az az, hogy azt közlöm, hogy amikor a kernel elindult, és ott tartana, hogy el kéne indítani az initet, majd az init ugye indítja a többieket, és konfigurálja fel a rendszert, akkor a valódi init helyett a kernel lesz szíves az én általam megadott initet elindítani, mint látható, oly módon, hogy a bootnak paraméterként megmondom, hogy initként azt a szoftvert indítsd el, hogy pervin per sh, vagy pervin per bash. Magyarul a normál körülmények között eddig is használt parancsori eszközt, amely eszköz innentől ad neked egy hihetetlenül lebutított, csökött kis környezetet. Van, amit látsz, van, amit elérsz, van, amit meg tudsz csinálni. Mert hát ott a parancsom. Nem véletlen, hogy én évtizedek óta próbálok küzdeni azért, hogy tudatosítsam, hogy Linux, illetve Unix rendszereket a parancsor jól ismerése nélkül esélytelen adminisztrálni, mert mindenkinek lesz az életében egy olyan pont, amikor kénytelen kelletlen csak a parancsor áll rendelkezésre, és semmi ennél komolyabb eszköz nem. Tehát ezért volt ugye ahhoz, hogy itt talán az első napot kivéve a grafikus felület az legfeljebb, mint szépség flastrom szerepel, de használatba venni ne igazán óhajtom. Mert nem mindegy, hogy milyen környezetben tudod megcsinálni a dolgokat. Ha meg tudod csinálni a parancsorból, akkor ad abszurdum egy ilyen környezetből is. Ha csak grafikus felületben, akkor ez nem nagyon fog működni. Úgyhogy összefoglalóként annyit erről, hogy mint mondtam, nem jellemző. Nem túl sűrűn előforduló dolog, hogy akár csak meg kellene bármit is változtatnom a boot mechanizmuson. De ha kell, akkor tipikusan azt szokták, hogy egy felhasználás üzemmódba indítják, és ha azt kell, akkor azt pedig valahogy így kell elérni. Olyan trivialitásokra kell például számítani, hogy ebben a bizonyos egy felhasználás üzemmódban hagyományosan csak a root fájlrendszer érhető el, az is nagy eséllyel read-only módon felcsatolva. Tehát már is jól jött a házi feladatban, hogyan kell megnövelni az XFS fájlrendszert? Című kérdés, ahol elhangzott, hogy a mountnak van egy remount opciója. Tehát például nem árt tudni, hogy ha esetleg kell, mert beleütközöl abba, hogy egy felhasználás üzemmódba kellett indítani, és beleütközöl, hogy hát bizony ezért, azért, amazért csak olvashatóra van felcsatolva, akkor ha módosítanod is kell, akkor ezek ugye, el kell gondolkodni. Fájlrendszert nem nagyon fogod tudni, még rendszergazdaként sem módosítani, ha az read-only-ba van csatolva. Tehát tudni kell arról, hogy van egy ilyen opció. Nem mondom, hogy ez lesz az első művelet, mint ahogy azt sem, hogy ez minden esetben előfordul. Sok esetben lehet ilyennel találkozni, tehát jó, ha tudsz vele. A lényeg tehát, ha muszáj, akkor tudjál róla.
meg kell fogni a bootloadert, el kell érni, hogy képes legyél a indító parancs szerkesztésére, és mondom, vagy egyik, vagy másik formával tudod rábeszélni, hogy hát egyébként ugyanúgy indítsa le rendszert, mint egyébként, csak ne indítson el 1 millió szolgáltatást, viszont te ugye képes legyél dolgozni. Hozzátartozik, mint mondtam, ilyen trivialitás, beállítható, sőt nagyon sok rendszerben be van állítva, hogy egy felhasználás üzemmódba történő bootkor rendszergazda jelszót kér. Tehát erre oda kell figyelni. Említettem, hogy például a group tud olyat, hogy menüt ad, de a szerkesztést már jelszóhoz köti. Tehát egy group jelszót kell begépelni, ha te például a bootloader paramétereit akarod változtatni. Na most finoman szólva, normális esetben a bootloader jelszava az semmilyen módon nem hozható kapcsolatba az adott rendszer admin jelszavával, hanem attól valami független valami. Tehát tudjál róla, hogy előfordulhat ez is. Nyilván, ha senki nálatok nem állította be, magától nem lesz. Illetve ha magától van, akkor ott valami gáz van, úgyhogy jobb mélyebben beletúlni a rendszerbe. De ilyen helyzet persze nem. Na szóval, rendszerindítás normál módon, hogy a kernel valahonnan elindítja a valamilyen limitet. Na most ez a valahonnan valamilyen, ugye a valamilyen felét már mondtam. A probléma az, hogy jelenleg legalább háromféle van. Egyébként több, csak a többi mondjuk nem ennyire elterjedt. De a valahonnan azért nem triviális. Ma egyre több Linux terjesztés meglehetősen trükkös módon úgy dolgozik, hogy az indulás során egy RAM diszket is betölt, a RAM diszken előkészítve egy minimalista fájrendszer, minimalista szoftverkészlettel, és egyébként majd innen történik a rendszer valódi indítása, tehát betöltődik a diszkről. A kernel betöltődik egy RAM disk sok esetben tömörítve van, tehát még kitömöríti, és ebben a RAM diskben található az a szoftver, amit aztán elindít, azaz a RAM diskből indul például az init. Emlékeim szerint egyébként erről is volt szó az első nap, de ha valaki elfelejtette volna, amit mondtam, ennek például érdekes következménye az, hogy ha ezen a RAM disken tárolsz speciális szoftverkomponenseket, akkor meg lehet oldani, hogy a kernel ne tartalmazzon például egy speciális vezérlőhöz drivert, ellenben betölti a RAM diskről, így módon, hogyha neked olyan hardvered van, akkor betöltöd a vezérlőt, szoftverét a RAM diskről, és használod a vezérlőt. Ha nincs, akkor meg nem foglalja a fizikai memóriát. Azaz több marad az alkalmazások. Na most ez a bizonyos RAM diszk némileg rugalmasabb, más szempontból persze rugalmatlanabb megközelítés. Leginkább az a probléma, hogy ezt a RAM diszket minden módosításnál újra kell generálni. Mint említettem, ez egyébként ma nem a te feladatod. Ma már a csomagkezelők és a kernelhez tartozó csomagok elég intelligensen úgy vannak megcsinálva. Tudtommal a legtöbb elterjedt terjesztésben, hogy ha fölraksz egy új kernelt, akkor többek között az is történik, hogy legenerál egy új RAM diszket, ami ehhez a kernelhez illeszkedő, különböző drivereket és egyéb szoftverkomponenseket tartalmaz. Tehát megint csak inkább szélsőséges, hibás helyzetben kell azzal foglalkoznod egyáltalán, hogy ott van egy RAM diszk, ami szerepet játszik a rendszerindításban. Na és akkor, mint mondtam, háromféle init van. Hát nézzük meg ezeket az init megvalósításokat. Természetszerűleg nem az utolsó lépésig minden létező információt fogok róla elmondani, többek között, mert nyilván nem tudok mindent róluk.
és aztán majd mindenkinek ugye följön a figyelmét, hogy hát és a saját ő általa használt rendszerben meglevőre meg ugye lesz ilyesmi. Kicsit komolyabb figyelmet fordítani. Mint mondtam, időben a legkorábbi, ez a System 5 Init-nek vagy SysV Init-nek nevezett init implementáció, ő az elavult. Két okból is fontos róla beszélni, annak ellenére, hogy elavult. Az egyik, hogy mint említettem, mai napig vannak olyan még aktívan használatban levő terjesztések, illetve szerververziók, amik ezt használják. Ez az egyik fel. Az ennél komolyabb része, hogy az modernebbnek kikiáltott implementációk bizonyos funkciókat átvettek, szimulálnak, úgy csinálnak, mintha ők ilyen klasszikus init implementáció lennének. Tehát a felépítéséről és a működéséről sajnos a többi esetben is kell tudnod, mert fogsz nyomaival találkozni. Első lépés is a következő. A hagyományos System 5 Init úgynevezett futási szinteket definiál. Hagyományosan 0-tól 6-ig számokkal jelölt 7 futási szint, és egy S betűvel jelölt elvileg 8. futási szint létezik. Azért mondom, hogy elvileg, mert hogy az S futási szint az a legtöbb implementációban gyakorlatilag nem különböztethető meg az 1-es számmal jelölt futási szinttől. Na most, technikailag a futási szintet úgy kell elképzelni, mint szoftverek csoportosított környezetét. Amikor én 4-es futási szinten vagyok, akkor ez azt jelenti, hogy azok a szoftverek komponensek futnak, amiket bekonfiguráltak, hogy a 4-es futási szinten fussanak. Ha átvegyek a 2-es futási szintre, akkor meg azok a szoftverek fognak futni, amiket úgy definiáltak, hogy a 2-es szinten kell, hogy elérhetők legyenek. Ezek között lehet átfedés. Jellemzően szokott is lenni átfedés. A legtöbb megvalósítás, illetve a legtöbb konfiguráció úgy működik, hogy alacsonyabb számértékű futási szint kevesebb, magasabb számértékű futási szint több, de az előzőhöz képest kiegészített szoftverkészletet futtat. Magyarul, amikor az előbb azt mondtam, hogy a 4-es szinten futtatok valamit és átmegyek a 2-esre, ez a legtöbb implementációban azt jelenti, hogy bizonyos dolgok le fognak állni. Mert általában a 2-esen kevesebb dolog fut, mint a 4-esen. Na most, a futási szintek konfigurálásáról majd lesz szó, mint ahogy arról is, hogy ugye én tehát ezekkel azt mondom, hogy 3-as szint, azt akarom futtatni, és ezeknek a szoftvereknek a futtatását jellemzően shell scriptekkel oldják meg. Magyarra fordítva parancsfájlokat írogattak, amely parancsfájlok különböző dolgokat ellenőriznek, beállítanak, majd általában a legutolsó lépésként elindítanak valamilyen szoftverkomponenst, és erről valamiféle üzenettel értesítik a rendszerbe az át, hogy sikerült, vagy nem sikerült. Meglehetősen változékony az is, hogy az egyes terjesztésekben ez mennyire szépen, elegánsan vagy puritán módon van megcsinálva. Lehet találkozni olyannal, hogy kiír egy sort, most konfigurálom a hálózatot. Aztán eltelik pár tized másodperc, és megjelenik. Oké. Vagy ennyi sem, csak az, hogy failed, ha valami gond van. Van olyan, amelyiknél színes kimenet van, tehát 20 méterről is lehet látni, hú, a szentségét, valami gáz van, mert piros szín is látszik a képernyőn, aminek, mit tudom, én azt jelenti, hogy valami nem stimmelt. Na most, sok init helyettesítésen
fejét törő emberkének az egyik legkomolyabb problémája ezzel a hagyományos System 5 Minute-tel, pontosan az a két lépés. Hogy van neki egy valamilyen könyvtár struktúrája, ami ilyen-olyan-amolyan okokból neki nem tetszik, leginkább az szokott problémát okozni, hogy van benne 1 millió fájl, és ugye ennek az 1 millió fájlnak a beolvasása, a rendszer indítását meglehetősen lelassítja. Mert van egy script, egy parancsfájl, ami a levelező szerver elindítását végzi, de van egy konfigurációs fájl, amiben a levelező szerver indításával kapcsolatos paraméterek vannak, például az, hogy egyáltalán el kell leindítani. És van egy harmadik konfigurációs fájl, amiben magának a levelező szervernek a saját paraméterei vannak. Úristen, már is egy nyomorult szoftverhez 3 fájlt be kell olvasni. És jobb esetben elindul pár száz ilyen alkalmazás, tehát ez ugye esetenként néhány ezer fájl beolvasását, feldolgozását jelenti, ami ugye nagy mértékű lassítás. A másik fele, hogy ezeket a parancsfájlokat valakinek meg kell írni. Erre a legritkább esetben a rendszergazda hivatott, általában aki a terjesztést összeállítja, ott van rá gárda, hogy ezeket a parancsfájlokat megírja. A valós probléma, hogy hát időnként persze mégiscsak a rendszergazda csinálja, az a rendszergazda, aki esetleg soha életében nem tanulta, hogy hogyan kell ilyesmit jól megírni. És lehető elég rendesen körbepástyázva, körbe mankóval, körbe támasztva, hogy ha ezt írod, ha azt írod, ha amazt írod, akkor az jó. Ennek ellenére shell scriptet írni, az pont ugyanúgy egy tanulni való folyamat, mint bármilyen egyéb programozási nyelven programot írni. Legfeljebb egy kicsit szokatlanabb a szintaxisa, és esetleg kevesebben tudják jól értsd mindenféle rejtett hibák nélkül megcsinálni. Főleg azért, mert a shell látszólag egy nagyon könnyen kezelhető eszköz. Tehát az első 5-10 lépés az tényleg viszonylag könnyű. Az a probléma része sajnos, hogy a következő az már nehezebb, és rendszeresen időnként a terjesztés által adott skripteknél tépem a hajamat, hogy elnézést, aki ezt leprogramozta, az menjen el kukoricát kapálni, mert sajnos hibás, amit csinál. Ezzel kapcsolatban egy ilyen shell programozási tanfolyamon egyszer előfordult az, hogy egy bankból hoztak egy saját, náluk évek alatt összeállított skriptet, hogy ők ezt akármire használják. NDA, meg elfelejtem, hogy mi van benne, meg minden megvolt. És utána úgy végignyálasztam a 4 oldalas shell scriptet, és mondtam, hogy egy bajom van. Erről nem nagyon lehet mit beszélni, mert a 3/4 oldal után van egy feltétel, ami garantáltan hibás. A hibás ágban meg van egy darab exit. A maradék 3 oldalban szereplő kód soha nem fut le. De ezt évek alatt senkinek nem tűnt fel a banknál, hogy fejlesztjük, 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 de ezt már ki is dobhatnánk belőle, mert. Na most, amikor az ember ugye szembe találja magát egy kóddal, ha 1-2 sor, akkor még lehet, hogy nekiugrik. A 4 oldal, akkor már nem biztos. Tehát itt is olyan óvatosan bottal piszkálják, mert ja Istenem, mit rontunk el. Úgyhogy a lényeg az, hogy a hagyományos System 5 Minute-nél ezek a shell scriptek sokaknak csípik a csőrét, mert szerintük ezek a shell scriptek hát bizony némileg bonyolítják a világot. Na most, maga az eszköz egyébként hihetetlenül egyszerű, van, illetve hát mondhatnám inkább úgy, hogy csak volt, mert ugye a System 5 Minute lassan kihalt, egy init tab nevű szövegfájl, egyszerű felépítésű volt, abban meg volt mondva, hogy a 3-as futási szinten ezt kell elindítani, a 4-esen azt kell elindítani, nagyon leegyszerűsítve a dolgokat, ha korábban volt a fájlban egy 3-as szinten futtatott valami, meg később volt egy 3-as szinten futtatott valami, akkor a korábban levő korábban indította, és egy kulcsszónak megfelelően vagy megvárta a befejeződését, és csak utána lépett a következőre, vagy nem várta meg, és azonnal lépett a következő, a 3-as szinten indítandó alkalmazás. Amikor meg szintváltás volt, akkor leállítjuk azt, aki a 3-as szinten definiálva van, de az 5-ösön nincs, elindítjuk azt, aki az 5-ösön definiálva. Na most,
Viszont mivel ez egy meglehetősen macerás dolog, ezért alakult ki az, hogy az inittabból ma már gyakorlatilag csak egy RC nevű eszközt szoktak indítani, amely az RC nevű eszköz indítja ezt ebben az előbb emlegetett meglehetősen kusza könyvtárstruktúrával levő 1 milliós elszkriptet. Ennek ellenére én fenntartom, hogy az eszköz egyszerű, feladatát tökéletesen ellátja, más kérdés, hogy vannak olyan feladatok, amiket nem építettek bele. És mivel én úgy érzem, hogy tudok Shell-ben programozni, de legalábbis olvasni többé-kevésbé tudok Shell-scripten, szerintem ezek a Shell-scriptek is egyszerűek. Az más kérdés, hogy el lehet őket rendesen bonyolítani, tehát én magam is találkoztam már olyan futtató scripttel, amin elborzadtam, hogy te könyörgöm, hát 8 oldal! Mi az Úristen haragját csinálunk 8 oldal? Na most, felépítése olyan, hogy sajnos vannak bizonyos hátrányok. Mit mondtam? Van egy inittab, ebből indítunk alkalmazásokat. Ha az adott futási szint, amit most kiválasztunk, az úgy van bekonfigurálva, hogy az adott alkalmazást el kell indítani. És amikor szintet váltunk, amire az nincs definiálva, akkor azt le kell állítani. És itt jönnek a problémák, hogy képzeld el, adatbázis szervert üzemeltetsz, be van állítva, hogy 5-ös futási szinten induljon el az adatbázis kezelő, elindul, majd valaki valamiért azt mondja, hogy menjünk át 3-as futási szintre. 3-as szinten nem indul az adatbázis kezelő, tehát az operációs rendszer boldogan azt mondja, hogy hoppá, akkor én ezt most leállítom. De a leállítás az egy process szintű kilövést, az alkalmazás meggyilkolását jelenti. Hát kicsit olyan, mint a kirántanád a lába alól a szőnyeget. Nem biztos, hogy díjazza az adott műveletet. Tehát mi történt? Az történt, hogy magából az initből egy shell scriptet indítunk, amely majd elindítja az adatbázis kezelőt. Miután az adatbázis kezelő elindult, a shell script megszűnik. Nyilván ezt a shell scriptet ezek után már, ha akarom, se tudom leállítani szintváltástól, de ha leállítom, se történik semmi. Mert nem ő az adatbázis kezelő, mert az fut a háttérben. Igen ám, na de akkor innentől kezdve, hogy állítom le? Aha, akkor ehhez kell egy másik shell script, amit majd a 3-as szintre bekonfigurálok, hogy ő meg állítsa le az alkalmazást. Nagyszerű. Na de mi van, ha az alkalmazás, a valós futtatandó alkalmazás elhalálozik? Ha az alkalmazást az init indította az init tabból, akkor bekonfigurálhatom, hogy indítsa újra. Tipikusan így voltak bekonfigurálva azok az eszközök, amik a konzolon a bejelentkezést biztosították, ezt Gettinek hívták, illetve hívják magát az eszközt, és gyakorlatilag olyan, oda megyek, kapok egy login promptot, megépelem a nevem, jelszavam, azonosítom magam, majd amikor kijelentkezem, akkor ez az alkalmazás megszűnik. Az init észreveszi, hogy megszűnt, tehát újra elindítja ugyanezt az eszközt, mit ad Isten, újra ott a login prompt. Na de mi van akkor, ha ugyebár az init nem közvetlenül indítja az alkalmazást, hanem ezekkel a shell scriptekkel, egy közbelső rétegen keresztül? Akkor ő már nem veszi észre, ha az adott alkalmazás elhalálozik. Nem tudja lekezelni. Megvan, ez az init hibája. Mondta az, aki úgy döntött, hogy a System 5 init az egy hulladék, ki kell dobni, le kell cserélni jobbra. Mert például ezt a problémát nem tudja lekezelni. Az, hogy van kb. 50 ezer alkalmazás, amit erre fejlesztettek ki, hogy speciális módon figyelje azt, hogy ezek az alkalmazások futnak-e, az senkit nem érdekel, mert miért nem az init csinálja? Hát amit ő indít direktbe, azt tudja, akkor amit nem ő indít, azt miért nem tudja? Oké. Van egy gyakoribb, vagy kicsit úgy lehet mondani, egy értelmesebb probléma azzal együtt is, hogy egyébként ez is valódi létező probléma, és sajnos le kell tudni kezelni. Gondolj bele, szerveren még nyomtató kezelő szolgáltatás is fut, de nyomtatni 3 havonta egyszer szoktunk. Vagy mint az előbb föltelepíted az MDRM-et, települ a Postfix, fut rajta egy levelező szerver, holott ha jobban belegondolunk, mikor kéne neki futnia? Akkor, amikor az MDRM azt mondja, hogy Jézus Mária, kihalt a diszk, küldenék egy levelet. Milyen jó lenne, hogyha csak akkor futna az a szerencsétlen, kifejezetten erre a célra ott levő szoftver, ha szükség van rá.
Magyarul milyen jó lenne, hogyha egy adott esemény bekövetkeztéhez lehetne kötni például azt, hogy egy adott alkalmazást elindítsunk, és az esemény ne az legyen, hogy elindult a gép, meg kikapcsol a gép, hanem valami ennél furmányosabb. Vagy az, hogy a gépben levő DVD meghajtóban én berakok egy lemezt, és a lemezen levő struktúrát én tudjam kezelni, ehhez van egy kernel driver, amelyik egyrészt kezeli magát a DVD meghajtót, a DVD meghajtó mögött levő kontrollert, és a DVD lemezen levő fájlrendszer struktúrát. Az ISO 9660-nak nevezett, vagy UDF-nek nevezett fájlrendszer struktúrát. Mi a bánatnak ücsörögjön mindig a memóriában a kernelnek az a szoftver része, ami a SATA merevlemezek mellett egy szál ATAPI kontrolleren lógó ATAPI DVD meghajtóját szolgálja ki. A kontrollernek a drivere, a DVD-nek a drivere, és mi a francnak legyen benne az UDF fájlrendszer driver, ha egyébként fél évente egyszer dugok be egy CD-t. Mennyivel jobb lenne, ha bedugom, ez generálna valamilyen eseményt, aminek hatására a rendszer fölismeri, hogy pardon, SATA, vagy nézzé, ATAPI controller driver, DVD controller, vagy nézzé, meghajtó driver, meg UDF. Most ne menjünk bele, hogy az Isten haragjába szólna be a hardware, ha nincs meghajtója, de mindegy. Nem feltétlenül kell mindennek mindig ott lenni azért, mert néha szeretnénk használni. Ezeket a problémákat a hagyományos System 5init egyszerűen nem tudja megoldani. Végül pedig a System 5initnek van egy eléggé érdekes problémája, függőségkezelés. Hagyományosan úgy működik a dolog, hogy azok a szoftverek, amiket indítok, mint mondtam, ilyen speciális parancsfájlokon keresztül indulnak, márpedig elég egyértelműen megmondható, hogy ezek között időnként vannak függőségek. Tehát mondjuk triviális, addig, ameddig a hálózati interfész nem működik, addig tulajdonképp tök fölösleges elindítani a webszervert. Mert úgysem lehet elérni. Ennek egy viszonylag triviális módja, hogy megadom, hogy milyen sorrendben indítsuk az egyes alkalmazásokat, és azt mondom, hogy előbb induljon el a hálózatkonfigurálás, aztán a későbbiek során mondjuk a webszervet. Na most hát ez ugyebár így néz ki, hogy oldjuk meg. Egy nagyon egyszerű trükköt alkalmaztak, azt mondták, hogy a scriptek, azok a parancsfájlok, amik az alkalmazásban indítják, ugye mint mondtam, egyes futási szinthez tartozó, egyedi könyvtárakban vannak, mondjuk oldjuk meg oly módon, hogy szimpla file név sorrendben, ABC rendben indítsuk, minden egyes file neve kezdődjön egy számmal, és a 10-es az korábban indul, mint a 20-as, ami korábban indul, mint a 95-ös. És már is a dolog el van intézve. Elég nehéz rárendezni Windows-os környezetben, mert számomra inkább problémáit mondanám, hogyha számozott mappát van, és mondjuk nem csak egy számjegyű a mappa, hanem mondjuk elérjük a három számjegyű, és akkor gyakran előállhat olyan, hogy az 1-2-3 teljesen jó, aztán jönnek a 11-21, stb. És akkor a nem, ha így lenne, az lenne a jó, de ugye, hogy 1-10-11, elég rosszabb. Nagyon egyszerű. Azt mondják, hogy legyél te előrelátó, azaz gyárilag tipikusan 2 vagy 3 számjegyes, és kiírják a vezető nullákat. Tehát igazából nem egy a neve, hanem 01 vagy 001. Tehát meg lett kerülve a probléma, nem pedig megoldották. Az más kérdés, hogy speciál például pont a Unix-os világnak van egy sort nevű parancsa, ami egyébként úgymond numerikus rendezést, és ő tudja, hogy a numerikus rendezésben az egy számjegyűek előrébb vannak, mint a 2 számjegyűek, meg a 3 számjegyűek.
Tehát, hogyha akarom, akkor azzal azt is meg tudnám csinálni, hogyha nem kerülték volna meg a problémát, hanem használnák így. Tehát igazság szerint én ugye azt mondtam, hogy ABC rendben, na most ez úgy van kiegészítve, hogy ABC rendben van, de a számokat mindig kiegészítik a vezető nullákkal, és ebben az esetben az ABC rend az megmarad jó számsorrendnek. És őszintén szóval nem tudok ennél jobb megoldást, én eddig még csak ilyet láttam, ahol ezt így oldották meg, mert ez a legkevésbé fájdalmas. Ráadásul ezeket általában nem nekem kell, hanem mint mondtam, ezt ugye a terjesztés előállítója intézi, hogy kisakkozza, hogy miket milyen sorrendben akarunk futtatni. Tehát ezt neki egyszer meg kellett csinálni, de onnantól kezdve már csak finom hangolni kell. Na most tipikusan mondom, 2 vagy 3 számjegyet használnak megadásra, már a 2 számjegy is ugye azt mondja, hogy 0-tól 99-ig azért az 100 szint. Na most ha deklaráljuk azt, hogy ABC rendben van, és azt mondjuk, hogy én ugyanazt mondtam, hogy itt a neve az úgy néz ki, hogy egy szám, ami nem igaz, mert a neve az úgy néz ki, hogy S, egy szám, és mögötte még valami kiegészítő szövegrész. Ezzel a kiegészítő szövegrészsel még lehet finomítani, hogyha nekem mindenképpen a 40-es szinten kell indítanom 2 dolgot, de még azokat is sorrendbe kell állítanom. Akkor a szám mögé írt folytatással még tudom tovább hangolni. Általában ott egyébként szimplán csak egy név van, hogy ez milyen szolgáltatást indít. Nem tudom, 35 Kron, az azt mondja, hogy ő 35-ös szinten indítja az egyébként Kron nevű szolgáltatást. Ha valamiért szintén a 35-ösre kéne rakni, ami egyébként irrealitás, de tételezzük föl, akkor még mindig ott van, hogy ha elég kell, akkor 35, és ott az A betű meg a B betű, sőt ott van még az, hogy C, A, C, B, bármi adáig, hogy CR, és akkor már is előtte fog futni. Ez volt az eredeti elv. Tény és való, hogy itt csak megkerülték a problémát, de többé-kevésbé használható.